Székesfehérvári királyi napok ünnepség sorozat keretében idén is átadták a város legjelesebb civil elismerését, az államalapító Szent István emlékérem és díjat. Spány Antal megyéspüspök a díj kuratóriumának elnöke elmondta, hogy az elismerés célja kezdetektől változatlan, a keresztény értékrenden alapuló életmű elismertetése és elfogadtatása az egész magyar közösség vonatkozásában. Biczó Piroska egy olyan személyiség, aki nagy felkészültséggel és rátermettséggel kész arra, hogy ezeket a régi kincseket fölfedezze, osztályozza, nekünk bemutassa, elmagyarázza azok jelentőségét, azok fontosságát. Nagy öröm számunkra, hogy itt Székesfehérváron egy ilyen személynek adhatjuk át Szent István ünnepihez kötődően ezt a mai díjat. Laudációjában Lővei Pál akadémikus kiemelte, Biczó Piroska a Magyar Nemzeti Múzeum nyugalmazott régésze, a keresztény értékeket hitelesen képviselő lelkiismeretesen és magas szakmaisággal végzett munkásságáért, és Székesfehérvár történelmi múltja, különösen a királyi bazilika régészeti leleteinek kutatása során végzett, kiemelkedő tudományos tevékenységért végzett munkájáért vehette át az elismerést. Hozzá kell tenni, hogy ez alatt az idő alatt rendkívüli munkát végzett a múzeum kőanyagának, a Répossági templom kőfaragványainak a méltó bemutatása érdekében. Én azt hiszem, hogy ez a Szólium Regni, az ország trónusa kiállítás, amelyik előző év novemberében nyílt, nélküle egész egyszerűen nem jöhetett volna létre. A királyi bazilika kutatója az 1960-as évek közepétől Kralovánszki Alán volt. 1969 és 72 közötti ásatásait kisebb munkák után 1988-tól folytatta, 1993-ban bekövetkezett haláláig. Munkáját Biczó Piroska addigi segítője folytatta, melynek alapja a Szűz Mária Prépossági templom, vagyis a Székesfehérvári királyi bazilika rom területének feltárása volt. Kralovánszki Alántól örököltem a bazilika kutatását, tehát készülni soha nem készültem erre, de amikor megismertem ezt a területet és a munkát, akkor észrevettem a vele járó felelősséget is, és hát próbáltam mindig ennek megfelelni. Az ünnepségen megerősítették, hogy az ünnepség sorozat Székesfehérváron, melyeket lelkünkben és szívünkben ünneplünk, nem csak a városnak, hanem az egész országnak kiemelten fontosak, és közöttük fontos és sajátos helyet foglal el az államalapító Szent István emlékérem és díj átadása.